Sziasztok, szép estét, ez itt a Dopantó ma este, Bojtos Ráb Csillával és Bojtos Zoltánnal. Ma este nem leszünk népszerűek, komfortzónát fogunk rövíteni, ugyanis a csodák a komfortzónán kívül történnek, ahogy szokták mondani. Azok, akik vállalják azt, hogy mostanában, mivel bővítgetik a komfortzónájukat, azok fognak beszélni, a többiek csak hallgatóznak. Mivel, hogy úgy tudom, csak ketten leszünk, hárman, én nem kezdem, Erika vagy Judit, melyik őtök vállalja szívesebben? Elsőbség az apply-nak. Akkor Judit. Köszönöm szépen ezt a megtiszteltetést. Ez is egy komfortzón átlépés, mert képzeljétek, én nem szeretek első lenni. Na, de akkor legyen ez is egy ilyen. Egy kicsit nekem is nehéz volt, mert ugye, ha belegondoltam volna mondjuk az elmúlt 10 évben, tényleg rengeteg komfortzón átlépésem volt. Az egyik az nyilván a legnagyobb, az maga a nyilvános beszéd. Először egy webkonferencián is iszonyatosan izgalmas volt, meg maga az is, hogy itt most látszunk arccal együtt, mert sokan úgy szoktak tényleg webkonferenciát is tartani, hogy maga nem látszik a képük meg, ahogy beszél. És ugye amikor teljesen rendes egy rendezvényen kiállni és ott beszélni, azok nagyon nagy kihívások voltak. Viszont tényleg abszolút ezáltal fejlődtem én is nagyon sok szinten, és most már ugye ezért megy ez is könnyebben, mert ugye nagyon sokat gyakoroltam, és sok tapasztalatom is lett ezáltal. De amit mégis mostanában, ami ugye nagyon hangsúlyos számomra, az ugye az angol nyelv. És azért nem csak úgy, hogy sok angol könyvet olvasok, meg különböző videókat hallgatok, meg előadásokat, hanem mi lenne, hogy most már én is elkezdenék kicsit komolyabban angolul is beszélni. És azért volt már egy pár angol nyelvű előadásom, de ezekre én mindig nagyon felkészültem, olyan módon, hogy meg volt előre a szövegem. És azért volt egy párszor úgy, hogy azért felolvastam, vagy volt olyan, hogy elég jól megtanultam, és azért elbírtam mondani. És nyilván egyértelműen a következő lépés az lesz, amikor nem lesz előre megírt angol szöveg. Persze biztos lesz néhány gondolat, ami úgy azért menni fog, mert már jobb begyakoroltam, de hogy milyen lenne angolul is úgy előadást tartani, teljesen önállóan. És egyébként néhány héttel ezelőtt fölkértek, hogy tartsak egy angol webkonferenciát. Ugye ezt áprilisban jelöltük ki, és alapvetően az Angliában élő DXN tagoknak szólna ez a történet. Egy elindítást szeretnék összerakni, ilyen nagyon sok hasznos gyakorlati tippel is, de néhány ilyen jó gondolatot is összeraknék. Úgyhogy ez egy nagyon jó komfortzóna átlépés lesz számomra, hogy tényleg angolul beszéljek, és azért biztos jó összegyűjtöm az anyagot, de azért szeretnék majd önállóan úgy spontán is beszélni angolul. Úgyhogy ez lesz az egyik, és gondoltam, hogy mire jön ez a szerda, most csinálni fogok egy videót, és azt majd föltöltöm az angol Facebook oldalamra, de ez még elmaradt, de majd mostanában ebben szeretnék, hogy angolul videókat készíteni. Úgyhogy nekem most majd ez lesz a komfortzóna átlépés. Úgyhogy ez volt most. Köszi. Erika, ha már az angol nyelvnél maradunk. Nem feltétlenül az angol nyelvhez, de egyébként csatlakozom Judithoz, hogy nekem most a jelen pillanatban a legnagyobb kihívás, vagy a legnagyobb komfortzónán kívüli tevékenység az, hogy elkezdtem angolul videóbejegyzéseket tenni, és a következő nekem is az lesz, hogy élőben fogok angolul videózni. Tehát nekem ugye a szakmámból adódóan viszonylag könnyen megy a beszélgetés, beszéd angolul, tehát nem esek kétségbe, hogyha meg kell szólalni, és miután állandóan plénum előtt dolgozom tanárként, ezért hozzá is vagyok szokva, de azért ahhoz, hogy ide eljussak, hát az bizony egy elég hosszú út volt, és Csilláék a megmondhatói, hogy ez folyamat, tényleg folyamatosan az elmúlt, hát szerintem másfél-két évben valahogy a komfortzónámon kívül mozgok. Ugye én a DXN előtt egyáltalán nem foglalkoztam üzlettel, nem érdekelt semmilyen gazdasági tevékenység. Én egy ilyen, mondhatom azt, hogy egy ilyen hermetikus burokban éltem az iskolában, minden időmet ezt töltöttek, csak aztán közben ugye jöttek némi egészségügyi problémák, és akkor megismerkedtem a DXN-nel. De nagyon hosszú ideig menekültem a férjem gazdasági tanácsai elől. Próbált meggyőzni, hogy folyamatosan olvassak önfejlesztő könyveket, gazdasági jellegű könyveket, és nagyon nem szerettem. Aztán
következett egy ilyen klik, egy fordulat, és hát nem hiszitek el, de most már rendszeresen ott. Pedagógusként olvastam, de nem gazdaság és nem üzleti jellegű könyveket. Ez volt az első könyv, ami elindított, Anthony Robbinsnak egy barát üzenete. Aztán a másik, ebben a sorrendben, Donald Cottrell-nek a hétfő reggeli döntései, aztán volt egy magyar nyelvű érdekkönyv, de én most már nagyon hasítok, nagyon szeretem, és eljutottam oda, hogy rendszeresen olvasom a Forbes magazin, forgatom a Forbes magazint, mert nagyon-nagyon jó tanácsokat és példákat ad, amit érdemes követni, és akkor tehát ez nekem egyfajta komfortzónán kívüli mozgás jelentett, mert ugyanakkor, hát ne csak magamnak, hanem ezt másoknak is el kell mondanom, és először csak blogoltam, Csilláikat megmondhatói, hogy ugye készítettem ezeket a kis főzős blogokat, meg pillanatnyi szösszeneteket, de miután az rendkívül időigényes volt, gyorsan átlovagoltam a közösségi média másik felületére, a Facebookra, és na, az volt az az időszak, amikor leszoktam egyszerűen a Facebook falnak a pörgetéséről, és tudatosan kellett elkezdenem foglalkozni azzal, hogy üzletként tekintsek az egészre. És az első az volt, hogy elkészítettem az első videómat. Csak egy ilyen szösszenet volt, de az hatalmas stressz volt számomra. Valahogy valami olyasmi, mint a Judité, hogy olyan kétségek tomboltak benne, hogy érdekes lesz, megnézi ez bárki is. Bolond vagyok én, hogy ilyet tettem föl. Ki fognak nevetni a tanítványaim? Tehát az összes kifogást megtaláltam, amit csak lehetett, de túltettem magam rajta, és miután nagyon sok pozitív megerősítésért, hát fogtam és belevágtam a következőbe, a videókészítésébe, és csoportokat alakítottam, ami megint egyfajta komfortzónán kívüli mozgás, hiszen ez felelősséget jelent, hogyha az ember létrehoz egy csoportot, és akkor azt gondoznia kell, vigyázni kell az emberekre. Nem mindegy, hogy hogyan terelgeted, mennyi figyelmet fordítasz rájuk, és végül pedig már most ott tartok, hogy voltak már élő videóim magyarul, és most már az élő videózás angolul következik. Illetve most a nigériai, és ezt még csak elmondom, a nigériai üzletépítés kapcsán, nekem, tehát furcsa módon, annak ellenére, hogy én viszonylag könnyen hozok kapcsolatot létre a fiatalabb korosztállyal, gyerekek és a tinédzserek, vagy a fiatal felnőttekkel, megszólítani őket üzleti lehetőséggel nekem hatalmas terhet jelent. Tehát nagyon-nagyon sokáig nem mertem senkit megszólítani. Beszélgettünk, de én soha nem beszéltem üzletről, és most ez a nigériai kontaktépítés, ez valami, hát ez első nehéz volt. Aztán nagy segítséget jelentett, hogy túllépjek ezen a feszültségen, a kontaktolás, a megszólítás feszültségén, mert úgy éreztem, hogy úgyis angolul kell, veszíteni valóm nincs, és megtanultam ezen keresztül azt, hogy most már a magyarokkal is, a magyar anyanyelvűekkel is hogyan lehet. Hát én jelenleg itt tartok a komfortzónámon kívül mozgásban, és nagyon remélem, hogy amúgy is szeretem a kihívásokat, az újításokat, úgyhogy remélem, hogy tovább tudok fejlődni benne. Úgy is lesz? Biztos így lesz. Hát akkor tudtam már, mi vagyunk itt ketten, akik maradtunk. Jó, hát nekem mindennapos kihívás itt Ausztriában élve németül beszélni, úgyhogy egyszerűen hiába utána számolok, hogy már hány éve tanulok németül, de hát ég és föld a hivatalos német nyelv és az itteni nyelvjárás, amit beszélnek. Tehát mikor már kicsit az ember elbízná magát, és azt hiszi, hogy tud beszélni, akkor mindig jön egy olyan tájszólásos ember, hogy egyszerűen csak pislosz körbe-körbe, és ez azért így a bátorságot azt nem segíti nagyon elő, és ezért tényleg ez egy ilyen mindennapos küzdelem, legalábbis én úgy érem meg, hogy
annak ellenére, hogy tudom, hogy nem fogom pontosan kifejezni magam, meg mondok néha hülyeségeket, de beszélni kell, mert ha nem beszél az ember, akkor visszafele fejlődik, tehát még csak ugyanott sem maradsz azon a szinten, hanem akkor romlik a dolog. Úgyhogy ez az egyik dolog, a másik meg nekem is ez a szereplés közönség előtt. Tehát mint tréner én hozzá voltam szokva egy ilyen 12-15 fő előtti, tehát az volt az a mennyiség a csoportnak a nagysága, ahol én komfortosan éreztem magam, és amikor először Spekt Józsiék kértek arra, hogy mi legyünk házigazdák egy rendezvényen, emlékszem, még a Lurdiba, utána ugye már Kocsó Laciék is a CL Faktoris rendezvényen házigazdának kértek. Tehát egészen más egy megvilágított színpadon, reflektorfényben sokkal több ember előtt beszélni, az nagyon-nagyon kihívás volt, és nagyon aggódtunk, hogy fogadnak minket, meg hát eltervezi az ember a fejében, hogy milyen szép kerek mondatokat fog mondani, csak aztán nem úgy jön ki, ahogy ezt elterveztük. Úgyhogy ahhoz képest most a megszökő napon már sokkal komfortosabban éreztem magam. Úgyhogy igen, ez másképp nem lehet csak gyakorlással, tehát hogy mindig elébe megy az ember a kihívásnak, és akkor is, hogyha előtte izgul, mégiscsak belemegy ebbe a helyzetbe, és akkor utána már könnyebben megy. Ezek az én tágításaim. Hát, hogyha már a színpadról beszélésnél tartunk, ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha ki kell állni vele mikrofonnal a kézbe akármiről beszélni, akkor semmiféle stressz nem érzek. De ha egy előadást kell elmondani, az nagyon bosszant, hogy még a hangom is remeg. Tehát annyira ideges vagyok, és 10 perccel azelőtt ugyanazon a színpadon, ugyanúgy mikrofonnal a kézbe semmiképpen nem voltam ideges. Ez egy olyan dolog, amit sajnos nem lehet máshol gyakorolni, csak ott színpadon, sok ember előtt. És a másik, ami még nekem egy komoly stressz így vasárnaponként, hogy kitaláltam, hogy én is élőzök, de németül. És azt tettem még rá, hogy ugye legyen egyfajta pozícionálás, legyen egy ismertető jegy, úgyhogy én annyira osztrák tájszólással beszélek ezekbe, amennyire csak bírok. És nagyon. És az a baj, hogy ugye nem tudom ti, hogy vagytok így az idegen nyelvnél, hogy amikor kimondod a mondatot, akkor már tudod, hogy na ezt itt rontottam el, mert az nem der, hanem az izé, és akkor azt ott rosszul mondtam. De akkor kimondtad, akkor már tök mindegy. Úgyhogy ez egy tényleges stressz, meg hát ugye én nem akarok csak úgy beszélni, hanem annak legyen már valami kereső szó, meg minden, hogy az érdekelje az embereket, stb. Úgyhogy ez most nekem még tényleg egy komoly stressz, de belátom, hogy szükséges. Tehát tényleg az élő videók a Facebookon hatalmas elérést kapnak, és hogyha az ember ezt profin akarja csinálni, akkor kénytelen. Most egyelőre csak ennyi, mert azok, amik régen voltak, azok már belül vannak a komfortzónán. Tehát ez tényleg úgy van, hogy a komfortzóna jön utánunk, ahogy tágítjuk. Úgyhogy én nem is szaporítanám a szót. Nem tudom, hogy kedvet kapott-e közben valaki közületet. Jutott-e eszetekbe, hogy mi az, amit eddig nem csináltatok, de bátorság kell hozzá. Anikó jelzi. Igen? Mondj. Ja. Na, szóval... Volt időszak, amikor volt egy videós kihívás, és akkor én ilyen nagyon bátran belevágtam az élőzésbe, az tartott több napig. És aztán valahogy épült bennem egy gát, valami miatt, nem tudom, hogy miért, de épült bennem egy gát, hogy ez így nem oké, meg hogy másképp kéne, meg hogy jobban kéne, meg nem tudom. És azóta nem merek igazándiból, ez a vasárnapi Hősök terébe jelentkezés is annyira erőt kellett venni magamon, hogy meglegyen az a néhány másodperc. Nem tudom, majd itt valamit jól át kell beszélnem magammal ezt a dolgot. A másik pedig, hogy ugye én nagyon szeretek egyedül intézni dolgokat, mert nagyon sokszor az az ember tapasztalata, meg mondjuk ezt hozta otthonról, hogy az van elintézve, amit te intéztél el, és az van jól megcsinálva, amit te csináltál meg. És a múltkor kitaláltam, hogy
a németes oldalamon meghirdetem újra a tanfolyamot, egy ilyen hirtelen felindulásból, egy rövid akcióval, de tudtam azt, hogy el kell utazzak egy rendezvényre, ugye egy két napra, amikor is egész napos program van, tehát akkor nem fogok tudni sem az esetleges jelentkezőkkel foglalkozni, se újabb posztokat fölrakni, tehát nem tudom tartani a kapcsolatot. És pont akkor valahogy elém került, hogy az egyik zárt csoportból ismert hölgy elkezdett virtuális asszisztensként dolgozni, és abban a pillanatban jött az ötlet, hogy akkor én megkérem őt, hogy tartsa a frontot abban a két napban, amíg én nem vagyok. És nem az volt a nehéz, hogy őt megkérjem, mert Messengeren ezt 3 perc alatt megbeszéltük, megkért, hogy írjam meg e-mailbe pontosan, hogy mit szeretnék, ezzel sem volt gond, de az, hogy én ennek az oldalamnak bizonyos közönségének én ezt élő videóba úgy el tudtam mondani, hogy majd az asszisztensem fog velük foglalkozni, de olyan bátran mondtam ki, mint még soha, meg hogy a munkatársam, tehát minden, meg több alkalmazottal, meg több segítővel, akik ezt is simán lökik, hogy neki van 3 munkatársa, meg mit tudom én, meg asszisztense, meg akármi, és azon lepődtem meg a leginkább, hogy én ezt tök nyugodtan ki tudtam mondani, hogy majd az asszisztensem tartja a frontot addig, míg én nem vagyok. Ez nekem egy óriási-óriási lépés volt, és innentől kezdve ez már nem fog gondot okozni. Tehát azt érzem, hogy mint vállalkozónő tettem egy óriási lépést. És ez tök jó volt, és tök jó érzés most is. Szuper, gratulálok. Akkor ha nincs más vállalkozó, akkor én a felvételt leállítom. Köszönöm szépen, akik megnézik, akik felvételről látják, és szeretnének az After Party-ból is részesülni, legközelebb gyertek el. Tőled búcsúzunk, többiek folytatjuk.